Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetést látják, melynek állandó helyszíne a Városháza, állandó vendége, s egyben házigazdája, dr. Puskás Tivadar, Szombathely megyei jogváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr! Üdvözlöm a nézőket! Polgármester úr, a hagyományoknak megfelelően a visszatekintésünket kezdjük az elmúlt hétvégével, amire nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Szent Márton jegyében tellett. Szent Márton jegyében tellik minden esztendőben ilyenkor, Szent Márton nap körül az esemény sorozat, ugye Szombathelyen, Szent Márton ünnepe, Szombathely legnagyobb ünnepe. Ez most különösen így lesz, hiszen jövőre lesz 1700. évfordulója a születésének, és eddig is Szent Márton nagyon lényeges szerepet töltött be a város életébe, szellemiségébe, szellemiségének alakulásában. Én abban bízom és reménykedem, hogy ez az 1700-as évforduló, ez még inkább mindenkinek a tudatában mélyen bevésődik. Ugye arról beszéltünk, hogy hétvége, pénteken a Szent Márton terv megvalósításának egyik lépése, lépcsője volt az, hogy a Szent Márton templom rekonstrukciója befejeződött, és gyönyörű szépen megújulva gyönyörű világos templomot adtak át a rekonstrukció után az addig ilyen fél homályban, sötétben lévő templom helyett. Ez volt ugye pénteken, aztán pénteken este egy vesperás volt, és utána egy lampionos felvonulás. Öröm volt látni, hogy Szent Márton szellemiségét mennyien követik itt Szombathelyen. Nyilvánvalóan hívők, meg nem hívők sokan voltak a menetben, a körmenetben. Aztán a szombati napon a Szent Márton ünnepségek egy püspöki szentmisével folytatódtak, és szombat este pedig a Szent Márton gála volt, amikor a város kitüntette a leginkább arra érdemeseket. A hétfői napon egy új album, inkább úgy fogalmaznék, fotóalbum bemutatására került sor. Több mint 300 remek fotóval mutatja be Szombathelyet. Időnként ugye új albumot érdemes készíteni Szombathelyről. A fejlődést láthatjuk benne, meg a múltat. Na most természetesen csak úgy lehet egy településnek, egy városnak értéke, hogyha a múltjával foglalkozik, a múltját bemutatja, de ezen kívül hát a fejlesztést is, meg a fejlődő részeket is egy nagyon szép nívós kiadvány készült. Szent Márton köpönye címmel, elnevezéssel nyugodtan mondhatom azt, hogy egy mintaértékű lakásprogram folyik Szombathelyen. Tudva levő, hogy Szombathelyen a lakáshelyzet, hogy úgy mondjam, nem kitűnő. A város rendelkezésére álló önkormányzati lakásoknak egy részét, jelentős részét felújítottuk, mintegy 115 millió forintból, és hát ezeknek a lakásoknak az átadása történik azoknak a családoknak, akik ezután ezeket a lakásokat bérbe veszik, és hát itt folytatják az életüket. Több mint 70 családnak a lakáshelyzete oldódik meg így, de majd 30-an vannak olyanok, akik azt vállalták, hogy ők felújítják a lakást, és a felújítás összegét úgymond lelakják, tehát annyival csökken majd a bérleti díjuk. Egyébként ez a fajta lakásértékesítési módszer, ez azért felkeltette sok mindenkinek az érdeklődését, úgyhogy arról van tudomásom, hogy Budapest néhány kerületében is a szombathelyi mintát alkalmazzák. A keddi nap nyugodtan fogalmazhatunk, hogy a kiállítások napja volt, elvégre kettő is nyílt. Szent Mártonról beszéltünk, ugye Szent Márton támogatói, tisztelői, inkább tisztelőit mondanám, tisztelői jelennek meg azon a szabadtéri, főtéri kiállításon, amely kedden nyílt,
Itt sok mindenkit láthatunk, sok mindenkit, aki Szombathelyhez, illetve Szent Mártonhoz kapcsolódik. Volt egy másik kiállítás is, ugye ez a kiállítás a Tudomány Napja alkalmában nyílott. November 10-ére a Tudomány Napjára emlékezvén az egyetem aulájában nyitottunk egy kiállítást, sok mindent lehet itt látni. A nagy háborús emlékév kapcsán, évek kapcsán inkább így mondanám, nagyon sok megemlékezés volt is, és lesz is majd. Ezeknek a helyszínen nagyon sok esetben a világháborús emlékművekre esik, többet is most felújítanak. Az emlékművek jelentős része valamikor a 20. század első felében készültek, a derekán készült első felében készültek, úgyhogy az állaguk romlott, és itt Szombathelyen is jó néhány ilyen emlékmű van. Ezeknek a felújítását elhatározta az önkormányzat. A lényeg az, hogy az idei esztendőben 5 millió forintot költöttünk arra, hogy 5 ilyen emlékművet megújítunk. A szerdai napon polgármester úr Pannonhalmán vett részt egy ünnepi eseményen. Pannonhalmán Erdő Péter bíboros úr nyitotta meg Áder János elnök úrral a Szent Márton évet, az egyházi Szent Márton évet, és ide kaptunk meg kívást, és hát ezen vettünk részt a felújított pannonhalmi székesegyházban. Gyönyörű volt. Ünnepi esemény volt itt Szombathelyen is, mert most nagyon megadta az önkormányzat a módját annak, hogy kiossza a támogatásokat a diáksportköröknek. Az önkormányzat éveken keresztül már régóta támogatja a diáksportot egy megfelelő összeggel, megfelelőnél kisebb összeggel természetesen, ez az a kérdés, hogy honnan nézzük. Ez 200 000 forintot jelent iskolánként, de a 200 000 forint egy alapösszeg, amelyet ebben a mozgalomban résztvevő iskolák kapnak. Több mint 20 ilyen iskola van Szombathelyen, középiskolák, meg általános iskolák, és az eredményességtől függően, tehát hogy a diákolimpián milyen helyezéseket értek el az adott iskola versenyzői, attól függően növekedik ez az összeg, tehát van egy alapösszeg, és ezen kívül van egy eredményességi összeg, és hát most kerítettünk egy kis ünnepséget ennek, amikor az átadása megtörtént ezeknek az összegeknek. Azt is bejelentettem, hogy nagy valószínűséggel jövőre, ha úgy áll a büdzsé, akkor egy kicsit megemeljük az alapösszeget, nem is olyan kicsit, mert terveink szerint 200 000 forintról 300 000 forintra nő ez az érték. Megújult, megszépült a Schmidt Múzeum, nem tudom polgármester úrnak hogyan tetszik. Nekem nagyon tetszik, 45 millió forintba került összességében ez a homlokzat felújítás, illetve ez a rekonstrukció. Ebből 33,5 millió forint az, amit az önkormányzat biztosított, 11,5 millió pályázati pénz volt. Polgármester úr, ahogy elnézem, a csütörtöki napon nagyon sok programja volt, többek között a Markusovszky kórházban is. Markusovszky kórházban Pető Ernő szobrát koszorúztuk meg, és az emlékelőadás hangzott el. Idegsebészeti emlékelőadás volt, Bobeszt Mátyás főorvos úr tartotta az emlékelőadást. Polgármester, ilyenkor az év vége felé szinte egymást követik a különböző díjkiosztó ünnepségek. Ez így volt a Vas megyei Szociális Nap keretében is. A Szociális Napon a szociális szféra dolgozóinak jutalmazása történik meg, és minden esztendőben a Gyermekvédelmi és Szociális Szolgálat, megyei szolgálat kitünteti az arra érdemeseket. Hát ez történt most is, meghívtak, és tisztelettel, nagy örömmel vettem részt, és köszöntöttem a segítőket, köszöntöttem azokat, akik élethivatásul választották azt, hogy segítenek a rászorulóknak.
A csütörtöki naphoz még egy program tartozott, polgármester úr, mégpedig a Germánok című kiállítás megnyitása. A 86-os utat, amikor építették, akkor Szelesténél egy szenzációs leletet találtak. Szelesténél a germánokra nem jellemző, állítólag germán temetőt találtak. Nem jellemző, mert a germánok állítólag úgy temetkeztek, hogy nem sorba voltak a sírok, hanem hát ilyen nagyobb területen. Ez egy 112 sírt tartalmazó rendbe elhelyezett sírt jelent. A germánok mélyre temették a halottaikat, tehát 2-3 méter mélyre, azért, hogy a sírrablók ne bolygassák őket. Ez a temető, ez olyan 1,5 méter mélyen elhelyezett koporsókat jelentett. Ennek ellenére azt mondják a régészek, és biztosan igazuk van különböző jelekből, hogy ez egy germán temető volt, és olyan gazdag leletanyaggal bír, amely párját ritkítja. Na, ennek a leletanyagnak a kiállítása, bemutatása történt meg itt az Ízeumban. Polgármester úr pár perce beszélt arról, hogy mennyire fontos a diáksport. Most a mai napon, a pénteki napon lesz egy olyan rendezvény, amely egy az egyben ennek jegyében zajlik majd. A minisztérium indított egy olyan mozgalmat, amelynek során igyekszik bemutatni azokat a különböző sportágakat, amelyeket választhatnak a fiatalok. Ehhez természetesen az önkormányzat, illetve hát a hivatalos szervek, a minisztérium mit tud biztosítani a körülményeket, és itt Szombathelyen is különböző sportágok bemutatkozására kerül sor különböző intézményekben. Összességében emlékeim szerint 230 általános iskolában lesz meg a lehetőség arra, hogy különböző sportágok bemutatkozzanak. Itt Szombathelyen a Gotthard iskolában a röplabda meg az atlétika feltételrendszere meg egyáltalán a sportja mutatkozik be. Elérkeztünk, polgármester, a hétvégéhez. Ahogy látom, két fontos zenei élmény is vár szombathelyekre. A Szent Márton templomban lesz egy Szent Márton kórus találkozó, külföldi horvát kórus is lesz itt ezen. Ez az egyik, a másik pedig 35 éves lesz az ifjúsági fúvószenekar, és egy gálával, egy koncerttel tisztelegnek az évfordulóra, az évforduló alkalmával. Ez a sportházban lesz, tehát az Agora sportházban lesz ez a rendezvény. Ahogy jól látom, akkor egy újabb kiállítás, ez a héten már a negyedik, ami nyílik majd. Igen, és akkor ez a Schmidt Múzeumban nyílik ismételten. A nagy háború, hát az első világháborúnak a sérült ellátásáról szól, egyáltalában arról szól, hogy itt Szombathelyen, ugye Pető Ernőt emlegettük, Pető Ernő 1915-ben itt elkezdett dolgozni abban a hadikórházban, ahol sok minden sebészeti megoldást bevezettek, és Dollinger Gyula dolgozott például itt, és művégtagokat készített. Ugye az első világháború sérültjeinek egy jelentős része, hát végtag sérült volt, és a végtagok elvesztése után a végtagok pótlásához hát egy nyilvánvalóan egy disziplina kellett, meg hát kellett hozzá egy megfelelő ipar. És erre is szolgált itt Szombathely, úgyhogy Szombathelyen ez magas színvonalon működött. Sokat beszéltünk ma, polgármester, a sportról, de még nem eleget, ugyanis itt vannak ugye az Európa-bajnoki pótselejtezők, szombathelyi főszereplőkkel. Büszkék vagyunk arra, hogy Király Gábor a századik válogatottságát, ugyan nem Magyarországon, hanem Oszlóban, de
egy győztes meccsen ünnepelhet, remélem, a 101-et, ami itt Magyarországon lesz, az is győztes meccs lesz, és azt is ünnepelheti, ugyanis Bozsik Józsefet fogja ezzel utolérni. Király Gábor, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. Persze Guzmics Richárdra is büszkék voltunk, mert ő is nagyszerűen teljesített. Magyarul ez egy olyan hétvége, remélem vasárnap este is ugyanezt mondjuk, olyan hétvége, ami a Szent Márton ünnepek után a sportnak, a labdarúgásnak is ünnepnapja lesz, és hát Király Gábornak, a szombathelyieknek meg mindenképpen ünnepnapja, hiszen olyan nagyszerű labdarúgói vannak, mint Király Gábor, Guzmics Richárd. Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok! Világos! Polgármester, köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen, köszönöm a nézőknek a figyelmet! Kedves nézőink, Önök a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetést látták. A műsorunkkal legközelebb egy hét múlva találkozhatnak majd itt a Szombathelyi Televízióban. Tartsanak akkor is velünk, a viszontlátásra!